Teljes hosszában és szélességében megújult a stadion Utcaegerben, mint ismeretes a miniszterelnökség keretéből még 2017-ben nyert 1 milliárd forintos forrást Eger önkormányzata közterületi infrastruktúra fejlesztésre. A program útfelújításokat érintő részének ez a projekt volt az egyik legjelentősebb eleme. Meglátogattuk a sajtótájékoztatót. Ez a fejlesztés része annak az 1 milliárdos keretnek, amelyre 2017-ben kötöttünk támogatási szerződést a miniszterelnökséggel. Összességében 30 helyszínen történt beavatkozás, járda, parkolóépítések, útfelújítások, közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések. Egy részük olyan volt, amely minden városi ember számára fontos, mondhatom a Varkóczi utca felújítását, vagy az Almagyar utcát, ahol közmű rekonstrukciót is megvalósítottunk, a Kossuth utcai patakhíd rekonstrukcióját, a Barkóczi utcát, és sorolhatnám ezeket a, mondom, mindenki számára fontos fejlesztéseket. De az egyes lakókörzetekben, az egyes választókerületekben meghallgattuk, hogy a lakosság miket szeretne megvalósítani, illetve az egyes városrészi képviselők véleménye volt a meghatározó. Ebben az esetben kifejezetten Kovács Tamás tanácsnok úr kérése volt, hogy ez az út felújítás valósuljon meg. Ez egy faltól falig történt rekonstrukció, ahol mintegy 1600 négyzetméteren diszkőburkolatot kapott a járdafelület és a parkolórendszer. Ez környezeti szempontból is jó, hiszen így ez a rész csapadékvízzel, hogy úgy mondjam, táplálja ezt a gyönyörű platánsort, amely ennek az utcának az ékessége. Itt vagyunk a stadion utcában, több mint 200 méteren, folyóméteren újult meg az utca, faltól falig, ahogy mostanában szoktuk mondani a fejlesztéseknél. A Deák Ferenc utcához hasonlóan itt is a járdafelület díszkőburkolatot kapott, teljes mértékben megújult a középső aszfaltréteg is. Ami lényeges és az utca sajátja, amit nagyon szeretünk mi egriek, ez a platánfasor, ami az utca egyediségét adja. Erre a tervben kifejezetten ügyeltünk. A kivitelezés során folyamatosan változott, bár apró mértékben a terv, de a fákhoz igazítva, a fákat megóvva igyekeztek az utcát kialakítani. Ezért tapasztalható, hogy egy-egy szegély esetleg elmaradt, nem maradt el, hanem a gyökérzet okán indokolatlan volt a szegély elhelyezése. Én nagyon örülök, hogy ez az utca is meg tudott újulni, nem csak a Stadion utca, a Szálloda utca lakói használják, hanem ide az érsekkertbe látogatók, valamint a stadion és az egyéb sportlétesítményei vendégei is. Milyen felújítások vannak még a körzetben? Hála az égnek, a nagyobb fejlesztések mellett kiemelten tudunk foglalkozni az apróbb beavatkozások, fejlesztésekkel is. Így a Károly Mihály utcában is a napokban fejeződik be egy járdafelújítás. A Mocsári utcában már az első szakasz befejeződött. A Faiskola utcában az elmúlt hetekben sikerült kialakítani egy 5-6 férőhelyes zúzott kavicsos parkolót. A Mátyás Király utcában szintén járda bekötések kiépítésére kerül a sor. De említettem, a Tímár utcában is egy jelentős felületen újul meg a járda. A Maklári út 58 számnál a tömbelsőben szintén parkolókat újítunk fel, úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak ezek a nagy beruházások kapnak kiemelt szerepet, hanem az emberek mindennapjait, hétköznapjait segítő apróbb fejlesztésekre is oda tudunk figyelni.